Kedves nézőnk, igen érdekes, tényleg egy nagyon érdekes témáról fogunk most beszélgetni. Szanyi Gyenes Kszéniát köszöntöm, jó reggelt kívánok! Corvinus Egyetem kutatóját, oktatóját, ez így jó? Igen. És ez ugyan csak egy kis meglepetés, ugye, hogy ugyan a PhD fokozatot sikerült megszerezni, úgyhogy mondhatnám azt is, hogy dr. Szanyi Gyenes Kszéniát köszöntöm, de szerencsére Magyarországon ez már nem kell külön megjelölni, ha valakinek sikerült ezt a doktori címet megszereznie. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, és köszöntöm természetesen a kedves tévénézőket. Már beszélgettünk a hazai vállalatok innovációs képességeiről. Kicsit megfordítjuk, egy kutatás is volt. Versenyképesség. Ugye azért két külön fogalomról beszélünk, ugye némi összefüggés van. Ki hogyan ítéli meg a saját cégének a versenyképességét? Ez egy nagyon érdekes téma, mert ugye az én szemem az lehet, hogy csal, de a piacé nem biztos. Igen, ez a nagy dilemma, hogy ha saját magunkat kell és a saját vállalatunkat kell értékelni, akkor lehet, hogy egy kicsit kacsintósan jobbra értékeljük, mert senki sem szereti bevallani azt, vagy elismerni azt, hogy esetleg nem a legjobbak között vagyok. De ha csak saját magunk gondolunk, hogy be kellene kategorizálni magunkat, hogy jó anya vagyok, jó apa vagyok, jó munkatárs vagyok, akkor vagy jó dolgozó vagyok a nagy cégben, mint egy alkotója az egész nagy cégnek, akkor lehet, hogy azért kicsit feljebb értékeljük magunkat mindig. És ugye az sem mindegy, hogy ez a cég mekkora, kisvállalkozás, KKV, nagyobb cég, ragadjunk meg a KKV-knál, ha lehetséges, és már csak azért is ragadjunk meg, mert ugye minden állam, így a magyar állam is azt mondja, hogy a hazai KKV-szektor a gazdaságnak az egyik motorja. Az ő esetükben mi történik? Hogyan állunk? Mennyire ítélik meg az elmúlt éveket? Hogyan tudnak működni? Csak egy mondat erejéig, hogy valóban azért érdemes különbséget tenni, mert egészen más egy nagy vállalatot vezetni, mint egy kisebb vagy kis és közepes vállalatot. Már csak abból kifolyólag is, hogy egy nagy vállalatnál több hierarchia szint van, több magasabb a struktúra, tehát sokkal... Tulajdonosok is többen lehetnek. Igen, tulajdonosok, részvényesek, igen. Kinek kell megfelelnem, kifelé, befelé a tulajdonosomnak. Tehát nagyon-nagyon sok kérdés merül fel. Még egy kisebb vállalatnál, egy kis és közepes vállalatnál ez óhatatlanul kevesebb külső és belső szereplőt takar. Az biztos, hogy egyébként ha csak azt nézzük, hogy pusztán a vállalatvezetők mit mondanak magukról, akkor általában a nagyobb vállalatok azt mondják magukról, hogy versenyképesebbek, hogyha be kell kategorizálni egy 1-től 5-ig terjedő skálán, vagy kiváló, jó, közepes kategóriában. És viszont azt is tudjuk statisztikai számok alapján, hogy a kis és közepes vállalkozók sokaságát tekintve többen vannak. Tehát, hogy elég jelentős a kisvállalkozások szerepe, a foglalkoztatottak kétharmadát adják, de hatékonyságban viszont a GDP arányos megtermelt javakban viszont kevesebb a hozzáadott értékük, mint a nagyvállalatoknak. Pontosan ezért kiemeltem fontos, hogy foglalkozzunk a kisvállalatokkal, és próbáljuk meg őket hatékonyabb működésre, termelésre sarkalni, akár nyitottabb szervezeteket építsünk fel az innováció irányába. Ugye a kormány ebben próbálkozik, hiszen ugye van a... Próbálkozik. Baross Gábor nevét viselő program, most nem tud, a Baross Gábor neve megvan, de maga program neve, ez kiesett a fejemből, ami a KKV-szektort próbálná esetleg. Ó, van itt nagyon sok program, mert volt itt Jeremy program, ami kockázati tőke alap. Ez is nagyon régen volt. Nagyon régen volt, de aztán beszéltünk itt szeptemberben Neumann János programról is. Tehát programnevek azok így mindig jönnek, mennek, repülnek, csak az a kérdés... Van mögöttük forrás is? Forrás biztos, hogy van, és szerintem a kérdés az, hogy ki és milyen alapon kapja, és azért itt erős kritikákkal élhetünk. Én most direkt rákerestem erre a Neumann János programra, mert itt beszélgettünk róla, és egyetlen egy novemberi cikk ugrott fel, ahol Csák János fotózkodott néhány kollégával, hogy mekkora sikereket érnek el, de tényszerűen semmi nem volt leírva, és semmi más nem is találtam utána.
A kérdés az, és a Jeremy programokkal is, ha bár régebbi történet, de az volt a probléma később, hogy az elején még inkább szakmai alapon kapták a pénzeket, és valós befektetési működés valósult meg. Később viszont egyre inkább felmerült a baráti pénzosztás, ami nem feltétlenül a hatékonyságnövelő intézkedés. Mennyire tőkehiányos, akkor így kérdezzük a KKV-szektor ahhoz, hogy mondjuk az elkövetkezendő éveketben hely tudjon állni. És mennyire van helye és szerepe a hiteleknek? Pénz van, tehát tényszerűen, ha azt kérdeznénk, hogy opcionálisan vagy potenciálisan van-e pénz a hazai piacon, akkor biztos, hogy vannak források erre. Az, hogy tényszerűen tudatában van-e, tudják ezt a hazai kisvállalatok, mernek-e lehívni és pályázni pénzt, és van-e tudásuk erre. Tehát az is nagyon fontos, hogy jó, olvastam, hogy van valami, de megnézem-e, elolvasom-e, utána megyek-e, esetleg megbízok egy pályázati író szakértőt, beszélek valakivel, akinek nagyobb tapasztalata van, és esetleg segít engem. Itt látom igazából a korlátot. Tehát fogalmazhatnék úgy is nagyon sarkosan, hogy egy KKV vezető hozzájuthat forrásokhoz, mert van pénz, de Isten igazából sokkal fontosabb lenne ennél ugye az úgynevezett edukálása ezeknek a cégtulajdonosoknak, hogy merjenek nagy jobban körülnézni, meg okosabban tervezzenek. Mert mintha időnként akkor azt lehet látni, hogy túlságosan apró pénzre váltják a lehetőségeket. Tehát, hogy nem pedig, mernek inkább. Ezt mondom is, hogy de ez nem tesz jót a szektornak, mert pont az volna fontos, hogy nagyobb szeretet tudjanak képviselni akár ebből a GDP-ből is, mert oké, sok ember, a munkavállaló kétharmadát ők foglalkoztatják, de sokkal fontosabb lenne, hogy erősebben lennének jelen. Igen, egyrészt ez az edukáció, tehát képezzem magam és a saját szervezetemet, a másik pedig ez a kockázatvállalás. Uh-huh. Meg kockázatvállalási hajlandóság. Tehát én inkább a biztos terepembe maradok, és nem lépek, nem nyitok, nem kommunikálok senkivel. Visszatérünk az előző beszélgetésünkre, az, hogy mennyire innovatívak, és hogy ki hol, én itt csak Magyarországon, ebben a megyében itt, vagy ebben a régióban működöm, vagy ki merek lépni az uniós. Egyáltalán, de hogy egyáltalán ki merek-e másokkal beszélni, elmerem-e mondani, hogy nekem mondjuk házon belül milyen problémáim vannak, merek-e segítséget kérni. Tehát ez a kockázatvállalás hajlandóság is egy igen-igen fontos kérdés. Csak példaként mondom, hogy egy új kutatócsoport kapcsán beszéltünk arról, hogy a vállalkozóknak milyen képességekkel kell rendelkezni, és a másik kérdésünk az volt utána, hogy jó, de hogyan tudjuk egy mesteres felvételinél például kiválogatni azokat a hallgatókat egy szóbeli beszélgetés során, hogy lássuk azt, hogy a kockázatvállalási hajlandóságuk megvan, tehát hogy mernek kockáztatni, mert ugye talán azokból lesz utána később az a vállalkozó, vagy azokat tudjuk másképp oktatni, akik mernek is kockáztatni. Akkor mint egyetemi oktatót is kérdezem, mit lehet megtanítani akkor azoknak a fiataloknak, akik elmennek mondjuk a Corvinus, és ugye mi különböző gazdasági szakokon tanulnak? Mert akkor ez is egy kérdés. Ez is egy kérdés. Ez inkább most, én úgy érzem, hogy most csordogál majd le, tehát mi is gondolkodunk, hogyan lehet megújítani az oktatási programokat, és van egy tendencia a Corvinus Egyetemen is, hogy akár egyéves mesterszak, vagy egyéves vállalkozóképzések legyenek. Nem mindenki szeretne vállalkozóként 3-4 évet ülni az egyetemen, és mi az, amit mindenképpen meg kell neki tanítani, hogy legalább minimálisan formáljuk a gondolkodását, a hozzáállását a dolgokban. Értem, és akkor megfordítom, hogy nyugtassunk meg mindenkit, hogy ez nem azt jelenti, hogy az oktatás színvonala gyöngül, azáltal, hogy mondjuk ez ilyen mesterképzés csak egy éves, nem pedig kettő-három éves. Egyáltalán nem, hanem struktúrájában gondoljuk. Aha. Mi is újra,
És például vettünk egy kompetencia térképet, ahol fel volt sorolva egy hosszú listába, hogy vajon milyen képességekkel kell rendelkezni egy vállalatvezetőnek. Legyen képes célokat kijelölni, legyen képes reálisan megítélni a belső erőforrásait, legyenek pénzügyi ismeretei, kommunikáljon rendesen a társakkal, és akkor egy ilyen hosszú lista, és mindenkitől azt kérték, vagy kértük hát egymástól, ahogy ott ültünk, hogy soroljuk be egy piramisszerűen, hogy oké, de mi a legfontosabb, és hogyan épül fel egymás alá. És nekem is nagyon nehéz volt priorizálnom, hogy rendben, de mi tényleg a legfontosabb, és ez alatt hogy épül fel, és mi az, ami hátrébb szorulhat, esetleg mondjuk egy HR tudás, vagy egy pénzügyi tudás, vagy mondjuk egy vállalatban legyen pénzügyes, én ezt egy kicsit hátrébb soroltam, és valahol előrébb soroltam azokat, hogy tényleg merjen vállalni, célokat jelöljön ki, kockázatvállaló legyen, tehát azokat priorizáltam én is előre, akkor összenézzük, hogy összességében hogyan látjuk sokan. Akkor azt akarom még megkérdezni, mert ez is érdekel engem, hogy oké, hogy merjen kockázatot vállalni, de időnként tehát ez egy fontos mondat, csak hogy arra kell, hogy az hogyan lehet elkerülni, hogy ez a fontos mondat ne ilyen, ilyen lózunk maradjon, tehát hogy csak úgy van a levegőben, amit ilyen mondatokat lehetett olvasni a 70-es években különböző ilyen amerikai ilyen reklámcégek vezetőjének a könyveiből, szerintem borzalmasak voltak, és ott is ez, hogy merjünk kockázatot vállalni, ezt hogyan lehet úgy lefordítani, hogy valóban eljusson az értékelhető tudás az emberhez? Vállalati példákkal, leginkább konkrét példákkal, hogy bevisszem az XY vállalatot, mint esettanulmányt, és akkor végignézzük, hogy mi történt, és azt mondjuk, hogy igen, itt válthatott volna, vagy lett volna döntési lehetősége, de kitartott amellett. De az egyik befektetésünk, amikor még kockázati tőkebefektetőnél dolgoztam, az volt a kérdés, hogy a nemzetközi terjeszkedésnél helyi piacokra specializált partnerekkel menjen, vagy egy nagy globális márka alatt képviselve, aki képviselőt minden országban. És akkor ez egy nagy dilemma, mindegyiknek van előnye, hátránya, és attól is függ, hogy az én adott cégem egyébként hol helyezkedik el, például egy globális képviselő márkáit tekintve. Mert akkor ugye a kompetencia térképet akár ennek a kérdésnek az alapján lehet vetíteni egy ország térképre is, mert nem konkrétan minden. Igen, megnézhetjük Magyarországnak a digitális kompetenciáit, és ugye itt talán az előző beszélgetésben is füleltem, hogy az oktatásról volt szó. Hát ha megnézzük az úgynevezett DESI indexet, ami Európai Uniós országoknak a digitális fejlettségét vizsgálja, Magyarország ugyanúgy a hátsó élvonalban van, azért mert, és részletesen elolvasható, bárki megtalálhatja az interneten, a vállalkozások digitális fejlettsége elmarad, nem merik digitalizálni a folyamataikat, és hogy lemenjünk az alsóbb szintekre, az általános iskolások digitális képessége elmarad uniós átlagban a többiektől. Tehát kiket akarunk? Mi a vállalkozókat akarjuk kiképezni, legyenek nyitottak a digitális technológiákra, legyenek kockázatvállalók, őket akarjuk oktatni, de már hátrányból indulnak, tehát már az általános iskolában hátrányból indulnak, és őket akarjuk kinevelni. Ez egy óriási feladat és dilemma. Hát egy olyan óriási feladat, hogy ez még adni fog nekünk témát a következő beszélgetésekre is, úgyhogy ahogy szoktam volna, fenyegetőleg visszavárjuk. Jövök szívesen. Köszönöm szépen.